Biopolitikai műhely a Kékpont Alapítványnak. Hát igazából a prevenciós munkacsoportnak az újabbik elnevezése, és nagyjából egy ilyen 3-4 évvel ezelőtt változtattuk meg a nevét. Nem csak azért, mert hogy nem csak drogprevencióval foglalkozunk, hanem általában véve holisztikus egészségprogramok kidolgozásával, hanem azért is, mert szerettük volna, hogy egy picit jobban kifejezi a törekvésünket a nevünk. Ugye a biopolitika Foucault értelemben a hatalmat is jelöli, illetve azt a hatalmat, az emberek gyakorolnak, nem pedig birtokolnak, és hát persze hatalomfosztottakká is tudunk tenni embereket. Hatalomfosztottak igazából bárkik lehetnek drogosok, melegek, tanárok, menekültek, tulajdonképpen bárki. Ebben az esetben itt azért elsősorban a szenvedélybetegekről beszélünk ebben az esetben. Persze a biopolitika egy társadalmon belül az egészséget szabályozó normák és diskurzusok összessége is, tehát ilyen szempontból a drogpolitika is egyfajta biopolitika. A biopolitikai műhely a Kékponton belül egyfajta innovációs csoportként működik, ami azt jelenti, hogy mi dolgozzuk ki a programokat, ez kreatív munka, ez pályázatoknak a megírása, ezek menedzselése, de azért elsősorban reflexió a társadalmi változásokra, történésekre. A designer drog robbanás 2010-ben jelent meg igazából a munkánk során, ez volt a Mephedron Summer, nevezhetjük így, amelynek során 2010 májusában a televízió bemondta, hogy van egy új szer, amelyik olyan, mint a kokain, legális, és a neten lehet rendelni, és ez a Mephedron, vagy más néven Kati. Ennek következtében ezen a nyáron tulajdonképpen a Katiról szólt minden, az ember bármerre ment szórakozni, akkor ezt az édeski és Kati süti illatot érezte. Tulajdonképpen minden szerhasználói szintéren tragikus változásokkal jár. Az injekciós szerhasználat esetében, amikor még működött a tűcsere programunk, azt láttuk, hogy nagyjából 3-4 hónap leforgása alatt tulajdonképpen egy 90% mefedron használóval találkoztunk, és 10% minden más, szemben az azt megelőző 60-40-nel. Akkor még nem gondoltuk, hogy az akkor legal high-ként vagy spice-ként felbukkanó szintetikus kannabinoidok közben láthatatlanul ugyanúgy növekednek, és ugyanúgy robbanásszerű az ő megjelenésük. 2010-et követően nem igazán fordítottunk nagy figyelmet a szintetikus kannabinoidokra, mert nem láttuk ennek a robbanásszerű jellegét. A nagy iskolai rosszulét hullám 2014-ben következett be, amikor tulajdonképpen hetente kaptunk hívásokat iskolákból, hogy rosszul lett valaki, hogy menjünk ki, és 45 percben, amiben lehetséges, azonnal oldjuk meg ezt a nagyon nagy problémát, és a gyerekeket rettentsük el a biofüvezéstől, mondjuk meg nekik, hogy ez nem jó, és hogy fejezzék be. Jeleztük, hogy ez nem ennyire egyszerű, és ha lenne ilyen varázseszközünk, akkor nagyon-nagyon jó tudnánk ebből megélni, de nincsen ilyen. Sajnos erre az évre már teljes egészében felszámolta a kormányzat a drogmegelőzést, tehát érdemi drogmegelőzés 2014-ben már nem létezik Magyarországon. Pont akkor, amikor a legnagyobb szükség lett volna arra, hogy drogmegelőző programokkal a designer drog robbanást kezdjük el fékezni, tájékoztassuk a fiatalokat, mondjuk el, hogy mi ez, akkor szűnik meg igazából a magyarországi kábítószer prevenció. Mi magunk visszahúzódtunk már egyébként ebből a térből, mert egyszerűen nem voltak pályázati források. Nagyjából az elmúlt egy évtizedet, hogyha tekintjük, akkor tulajdonképpen nagyjából 90%-kal csökken az erre fordított összeg, ami azt jelenti, hogy a magyar kormányzati rendszer magára hagyta a társadalmat a designer drog robbanással. Egyébként, ha valaki szeretett volna elmenni egy iskolába, akkor OFI vagy NFI ajánlással kell neki rendelkeznie. Nem tudom pontosan most hány szervezetnek van, 10 alatt van, egyébként ott akkor kb. 2-3 szervezet az, amelyik elmehet iskolákba. Az iskolákban rajtunk kívül, igazából mi ugye nem jutottunk el, elsősorban a Szientológia Egyháza bukkant föl, illetve a már régóta megismert DADA program, amelyik a rendőrségnek a sajátja. Sajnos mind a kettő jelenléte nem volt adekvát szakmai válasz a designer szerek robbanására, amelynek következtében, mint a legelején is mondtam, a magyarországi kábítószer probléma igazából egy rejtett és ismeretlen problémaként áll jelenleg előttünk. Mi azért elsősorban túl ezeken a kutatásokon, vagy akár a Széchenyi kutatásán igazából személyes tapasztalatokból tudunk építkezni, amelyeket magunk gyűjtöttünk be. Ez a következő? Visszamegyünk egyet, hogy hát ha az volt az? Igen, köszönöm szépen, kettőt mentünk. A gyermekotthonok elsősorban indikátorként jelentkeztek nálunk. 2 évvel ezelőtt az esztergomi gyerekotthon volt az, ahol először szembesültünk azzal, hogy a különböző településekről érkező fiatal lányok, ez egy speciális gyermekotthon, itt nagyjából 2 évet töltenek el a lányok kvázi zárt intézményi keretek között, és a különböző földrajzi helyekről érkező lányok beszámoltak kivétel nélkül herbálozásról, biofű használatról, szintetikus kannabinoid használatról, nem ezt a szót használták természetesen, illetve kristályozásról.
Igazából bármelyik helyszínt néztük, akár a déli vagy az északi országrész, mindig azt találtuk, hogy a lányok kivétel nélkül számoltak be arról 14-15 évesen, hogy robbanásszerű a használat, a különféle, elsősorban az alacsonyabb társadalmi státuszú csoportokban. Az egyik alkalommal például az egyik lány elmondta, hogy ő Miskolcon, az egyik lakótelepi házban ő árusított kristályt, és hogy egyébként fecskendőt is adott hozzá. És persze azért a gyakorlat terepmunkás mindig egy picit elkezdi osztani kettővel, hárommal az elhangzottakat, ezért megkérdeztük őt, hogy milyen injektor volt ez, mire aztán azt mondta, hogy Microfine 13G. Ami ezért elég belsős információ volt ahhoz, hogy azt gondoljuk, hogy valóban létezik ez a probléma. Sajnos erről meggyőződni nem tudtunk, hiszen semmi olyan kutatási támogatás, vagy olyan programtámogatás nem létezett, amelyre egyébként egy ilyet lehetne menedzselni. Az alapítványi iskolák azért vannak alatta egy picit kisebben, mert az alapítványi iskolák nem a droghasználat miatt kerültek bele ebbe a prezentációba, hanem azért, mert ezekben az iskolákban tudtunk együttműködni. Ők a klikken kívül vannak, tehát akik nem volt probléma azt mondani, hogy akár a szülők összedobják a pénzt, akár az iskola megfinanszírozza azokat a projekteket, amelyek valóban adekvát szakmai választ akarnak adni a drogrobbanásra. Ezek a programok mind intézményre szabott programok voltak, általában inkább rapid intervenció volt, tehát nem egy ilyen hosszú, hónapokon átívelő projektről beszélünk, hanem arról, hogy sziasztok, ez itt a biofű, ez amúgy nem bio, szintetikus kannabinoid, veszélyesebb, mint a marihuána, igen, veszélyesebb, ne csináljátok. Persze nem ezekkel a szavakkal, de nagyjából ilyen típusú törekvéseink voltak, amelyeknek egyébként az egyik nagyon izgalmas formája, az a véleményvezér projektek voltak. Ebben az esetben azt csináltuk, hogy azokat a fiatalokat próbáltuk bevonni egy szakkör keretén belül a munkánkba, akik az adott iskolában véleményvezérként vannak jelen, tehát lehet tudni, hogy amúgy érintettek valamennyire a fűszívásban. Ugye az álszentség lenne mondani, hogy egyébként nincsenek ilyen diákok az iskolában, akik egyébként füvet szívnak, nem, vannak ilyenek, mindig vannak olyan központi srácok, akiknek a véleménye számít. Egy szakkör keretén belül őket bevontuk, és elkezdtük kiképezni, elvittük őket olyan szinterekre, helyszínekre, ahol sokkal teljesebb képet alkothatnak a szintetikus kannabinoidoknak a robbanásáról, majd utána visszatérve az iskolába azt vártuk tőlük, hogy mondják el a többieknek, hogy egyébként figyelj testvérem, ez a szerre sokkal veszélyesebb. Azok az iskolák, ahol ezeket sikerült lefuttattunk, ott lényegesen csökkent egyébként a tanárok elmondása szerint a probléma, tehát ha valakinek elmondjuk, hogy mi ez a szintetikus kannabinoid, és egyébként van erről információ, és tájékoztatjuk, azért lehetett volna tompítani ennek a robbanásnak az esélyét. Amíg a véleményvezérek esetében elsősorban az iskolák finanszírozták a projekteket, ugye a műszíben indított programunkat, a herbállomás projektet a Norvég Királyság támogatta, ezért is szerepel ott ez a kis norvég zászló. A herbállomás projekt azért a műszíben valósult meg, mert elhelyezkedését tekintve egy olyan helyszín, ahol nagyon sok fiatal fordul meg, tehát semmilyen módon nem szeretnénk stigmatizálni a műszit, nem azért mentünk a műszibe, mert ott 14-szer robbanás volt, hanem azért mentünk oda, mert egy olyan autonóm szintér, ahol egyébként jól tudunk együtt dolgozni fiatalokkal. A herbállomás projekt egy információ cserére épült, ami azt jelenti, hogy behúztuk azokat a fiatalokat a projektünkbe, akik információval rendelkeztek a biofű robbanást illetően, őket elláttuk információkkal, illetve amiket ők elmondtak, azokat feldolgoztuk, és létrehoztunk egy internetes oldalt, herbállomás.hu-t, videókat hoztunk létre, interjúkat készítettünk, tehát elkezdtük a lakosság tájékoztatását, ez egy kampányszerű program volt, amitől azt vártuk, hogy nagyobb lesz a tudása az embereknek ezekkel a projektekkel kapcsolatban. Hát az új magyar vidék végül ez lett. A herbálmás keretén belül eljutottunk több vidéki városba, illetve településre. Direkt választottunk olyat is, nem fogom megmondani, hogy melyik ez, mert negatív példa, ahol semmilyen intézményrendszeri megoldással nem reflektáltak a designerszer robbanásra. Itt találkoztunk számtalan olyan diákkal, akik 2-3 éve használtak napi rendszerességgel kábítószereket, de nem láttak még marihuánát. Nem tudták, hogy van ilyen. Nem tudták, hogy van egy ilyen, hogy hasis. Ez nagyjából a második nap derült ki, amikor világos volt a párbeszédekben, hogy mintha elbeszélnénk egymás mellett. És kérdeztük, hogy láttak-e már olyan füvet, amelyik zöld, és van valamilyen szaga. És ilyennel még nem találkoztak.
Ami azt is jelenti, hogy ők nem láttak még marihuánát, ami egyben azt is jelenti, hogy egy olyan új szerhasználati mintázat van kialakulóban, ahol az első szerélményt, a szintetikus kannabinoid határozza meg, ami azt is jelenti, hogy előbb-utóbb tömegével fognak jelentkezni ezzel a problémával azon a kezelőhelyen, amelyik jelenleg egyébként nem létezik az új magyar vidéken, ahol az egyik leggyakrabban használt szer a herbál vagy bio, tájegységtől függően egyébként az elnevezése, illetve a kristály. Mind a kettő, ahogyan Rácz professzor mondta az elején, ez két szercsoport igazából, az új stimulánsok, ahol a kristály, zene, MP és különböző szereknek a nevei bukkannak fel, a másik pedig a szintetikus kannabinoidok, ahol herbálként, bioként, vagy egyébként a távoli borsodban makkantóként is neveznek rá, amely megint csak jól mutatja azt, hogy az ember megmakkan ettől a szerélménytől. Természetesen a pálinka az, amelyik még átlengi a magyar vidéknek a droghasználatát, ennek a három szernek a jelenléte az, ami igazából meghatározza. Jelenleg a biopolitikai műhely programjai annyiban tudnak reflektálni erre a szerrobbanásra, amennyiben vannak olyan intézményi megkeresések, hogy valaki rendelkezik pályázathoz szükséges erőforrással, anyagi forrással, illetve hogyha mernek erről beszélni. Azért nagyobbik részt a polgármesterek, alpolgármesterek nem szeretnék, hogyha kiderülne, hogy egyébként szintetikus kannabinoid robbanás van a faluban, ezért azokat az aktorokat, azokat a szocializációs ágenseket, akik ebben érintettek, nagyon sok esetben nem biztatják arra, hogy beszéljenek erről a problémáról, ami tovább súlyosbítja ezt a helyzetet. Az egyik távoli településen például a polgármester helyettes elmondta nagyon egyszerűen és szemben a picit meglepő módon, de azt mondta, hogy de hát tudod, igazából mi államtitkári szint alatt nem beszélhetünk ezekről a dolgokról. Ami megdöbbentő volt, hogy ez egy közösségnek a vezetője, és hogy egyébként a közösségen belül robban a szintetikus kannabinoid, és hogy erről nem beszélhetünk. Tehát, hogy ez fékezi ezt a problémát. Nagyon fontos lenne, hogy minél több kutatás legyen ezzel kapcsolatban, minél több intézményi megoldás jön létre, és hát talán ezért is fontos ez a sajtóreggeli, hogy elkezdjük most már valóban tudomás alapokon foglalkozni ezzel a problémával.